Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Nem tudom, észrevettétek-e, de az elmúlt pár hétben olyan videókat töltöttem fel, amiket már jóval korábban felvettem és megszerkesztettem. Ennek az volt az oka, hogy elutaztam itthonról, illetve számítástechnikai problémák is adódtak, úgyhogy hosszú idő után ma ülök le újra először egy videót készíteni, nagyon vártam már, úgyhogy arra gondoltam, egy kicsit ilyen beszélgetős videóval készüljünk együtt közösen, elmondom, mi történt velem az elmúlt pár hétben. Kezdjünk a primerrel, ez a Smashbox-nak a Photo Finish primere. Mint látjátok, az arcom most elég borzalmasan néz ki, főleg ezen a területen. Ennek az az oka, hogy két oka is van. Az egyik, hogy nyaralni voltunk, és folyamatosan kentem az arcomat napfényvédővel. Hiába, hogy a Bioderma-nak vettem meg a napfényvédőjét, de úgy érzem, a bőrömnek még az is egy kicsit sok volt. A másik pedig az, hogy mint szerintem a legtöbb ember, én is a nyaralás alatt össze-vissza ettem mindent, amit szerettem volna, főleg édességeket, úgyhogy ezt meg is hálálta a bőröm, mint látjuk. Ezekre a hegekre szoktam egyébként tenni a MAC-nek a Soft and Ochre paintpotjából, hogy ezáltal is az alapozón még tovább tartson majd. Így néz ki. Tehát nyaralás. Nagyon jó volt, hú, ez volt az éves nagy nyaralásom, a kéthetes nyaralásom, egész pontosan 10 napig voltunk, mégpedig Majorkán. Én még soha nem voltam ilyen gyönyörű, szép helyen. Én nem tudtam, hogy Majorka egyébként ennyire gyönyörű. Nekem mindig az a dal jutott eszembe, tudjátok, a 90-es évekből, a Majorkáról, és gondoltam, olyasmi lehet, mint Ibiza, valamilyen parti hely, de egyébként kellemesen csalódtam, tényleg gyönyörű, szép. A tengerpartja hihetetlen volt, ahol mi szálltunk meg, az Alcúdia területe volt, az ott az észak-keleti része, ahol egy több mint 3,5 kilométeres tengerpart van, folyamatos tengerpart, tehát nincsen benne semmilyen megszakítás. A hotelünk annyira fantasztikus volt, hogy először el sem mertük hinni, hogy ott szállunk meg. Tehát úgy volt, hogy ilyen transferrel, busszal vittek mindenkit a szállodájához, és amikor megláttuk, hogy na ez már a miénk, láttuk kiírva, három épület volt egymás mellett közvetlenül, az egyik egy ilyen nagyon vadonatúj volt, a másik kettő régebbi, és akkor így mondtuk, hogy jó, milyen szép az a főépület, de mi biztos a másikban leszünk. Aztán végül a busz a főépületnél rakott ki minket. Bementünk, hogy biztos itt kell bejelentkeznünk. Amikor bementünk, a barátom még meg is jegyezte, hogy ez olyan, mint egy kórház, annyira makulátlan, tökéletes mindenre, és még a recepciósok is hófehérben voltak. És akkor kiderült, hogy abban a főépületben leszünk. De akkor még mindig úgy voltunk vele, hogy oké, lehet, hogy rossz lesz a szobánk, vagy nem lesz kilátásunk a tengerre, bármi, és akkor odaadta a kártyát a recepciós, és mondta, hogy akkor a 6. emelet lesz. Úgyhogy jól mutatja, hogy a barátom egyébként mennyire továbbra is azt gondolta, hogy valami tévedés történhetett, hogy visszakérdezett, hogy akkor az első emeleten leszünk? És mondta, hogy nem, a legfelső emeleten, a 6. Úgyhogy felmentünk, kinyitottuk az ajtót, és valami hihetetlenül gyönyörű, szép szobánk volt, és a kilátásunk meg valami fantasztikus volt. Majd megpróbálok berakni róla egy képet, hogy lássátok, gyönyörű, szép volt. Ami számomra meglepő volt amúgy, előre szóltak, hogy rengeteg német lesz, és ez így is volt, körülbelül 70%-a a szállodának németekből állt, 20% a svájciakból, a maradék 10% pedig ilyen egyéb, de az egyéb alatt is többnyire osztrákokat kellett érteni. Viszont amire én nem számítottam, hogy Majorka mennyire ki van építve, tehát az infrastruktúrája valami fantasztikus, az utak minősége, az autók minősége, amit bérelni tudtunk, a biciklik minősége. Tehát nekem egy drága biciklim van, sajnáltam is ugye érte kiadni annyi pénzt, viszont még az én itthoni biciklim is elbújhatott az ottani bérbiciklik mögött, mert annyira jó minőségűek, mint megtudtam egyébként a Tour de France-ra is ott szoktak felkészülni az ilyen nagy versenyzők a klímája miatt, hogy nem annyira megterhelő, de mégis megterhelő annyira, hogy jó kihívás legyen a biciklistáknak. Úgyhogy, amíg nem jártatok Majorkán, keressetek rá az alkúdiai részre. Gyönyörű. Alapozóból a MAC-nek a Studio Fix-ét fogom használni, az NW30-as árnyalatban. Ezt vittem egyébként magammal a nyaralásra is. Mégpedig azért, mert van benne egy kis napfényvédő. És egy beauty blendert fogok használni. Említettem, hogy leadtam a laptopomat javítatni, ennek közel 3 hete,
És egyébként egyáltalán nem vagyok megelégedve ezzel a laptoppal. Karácsonykor vettem, és ez már a második alkalom, hogy visszavittem javítatni. Úgyhogy egyelőre nem vagyok elájulva az Acer márkától. Én nekem korábban nem volt Acer laptopom. Nem tudom, ti nektek volt-e valaha Acer laptopotok? Ha igen, akkor volt vele valami problémátok? Úgyhogy amit legutóbb feltettem videót, például azt is már a telefonomon kellett megvágnom, mivel ugye nincsen laptopom, és ez eléggé megnehezíti a kommentekre a válaszadást, a videószerkesztést. És már ilyen informatikai dolgokról beszélek, akkor szeretném megosztani veletek, hogy annyira boldog vagyok, mielőtt elutaztunk nyaralni, egy vagy két nappal előtte, sikerült vennem egy professzionális kamerát. Talán már említettem, lehet nem említettem, hogy én mindeddig az okostelefonomon készítettem a videókat, úgyhogy amiatt is tudom megvágni egyébként az okostelefonomon, viszont ott néha jeleztétek, hogy csúszik a hang, na, de zárójel bezárva. Viszont most eljutottam arra a szintre, hogy vettem egy Canon professzionális kamerát, amin annyi gomb van, és nekem halványlag őzöm sincs, hogy mi mit jelent, úgyhogy most próbálom megtanulni. Mindenesetre megmutatom, mert annyira büszke vagyok rá, ilyen hatalmas. Elgondolkoztam rajta, hogy elvigyem egyébként a nyaralásra, hogy tanulmányozzam az alatt a két hét alatt, hogy milyen gombok vannak, mi mire való, illetve az, aki készítsem a nyaralásról a fotókat. De lemértem, és közel 2,5 kiló, több mint 2 kiló ez a csomag, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én ezt bizony el nem viszem magammal. És ha kiveszem, akkor így néz ki maga a kamera. Tadám! Nagyon klassz, mert van egy ilyen kis kijelzője, amit ki tudok fordítani, és hogyha majd magamat fogom venni, tehát így lesz, akkor látom közben magamat, hogy éppen mit mutatok a kamerával. Nagyon izgulok, egyelőre mondom, nagyon büszke vagyok magamra, mert már megtanultam itt egy-két gombot, hogy micsoda, illetve már tudok zoomolni, meg minden, úgyhogy nagyon profi vagyok, de még hosszú út áll előttem, mire ezzel a kamerával készülnek majd a felvételek. De vissza a sminkhez, hol tartottunk? Korrektor. Korrektornál tartottunk. Fú, már a rekord hőmérsékletet mondanak, állítólag 8 fokkal melegebb lesz, mint tegnap, és kezdem is már érezni, úgyhogy emiatt próbáltam korán reggel felkelni, és leforgatni ezt a videót, hogy ne itt a hőségbe izzadjak majd a videóban. Már értok, találtam egy korrektort, Maybelline Fit Me 20-as árnyalatban. 20-as árnyalatban. Na nézzük. Úgyhogy a nyaralás alatt egyébként nagyon elmaradtam a kommentek megválaszolásával, hogyha valaki az elmúlt pár hétben írt nekem, akkor sajnálom, hogyha még nem reagáltam rá, azt tervezem, hogy ezen a hétvégén, miután ezt a videót elkészítem, a kommentekre fogok válaszolgatni. Legyen így. Azon gondolkoztam, hogy a szemhéjamra is felvigyem ezt a korrektort. Szokásos kis beauty blenderem. Egy kis átlátszó színű púderrel fogom fixálni ezt is, illetve az egész arcomat. Ez a MAC-nek a Patrick Star-ral közösen létrehozott púdere. Így néha az alapokkal megvagyunk, gyorsan a szemem környékét elkészítem, és jövök vissza, folytatom a videót. Újra itt bronzernek használjuk mondjuk a Butter Bronzert a Physicians Formulától. Egyébként találtam egy sampont, aminek pontosan ugyanolyan illata van, mint ennek a bronzernek, bronzosítónak. Imádom, azóta csak azt használom. Pár nappal ezelőtt feltöltöttem egy videót, amikor is átnéztem ugye a fiókomat, hogy mik azok a sminkek, amikre már nincsen szükségem, és esetlegesen fel tudnám nektek ajánlani, hogyha érdekeltiteket, vagy hogyha lejárt a szavatossága, akkor kidobom őket, mert ugye kifogytam a helyből, és megmondom őszintén, arra számítottam, hogy egy-két ember lehet, hogy rám ír, hogy persze ez a paletta érdekelne, vagy valami, de ami történt, az tényleg eszembe nem jutott volna, hogy ez fog történni. Alig 5 perccel raktam fel a videót, mikor már megkaptam az első e-mailt, és onnantól kezdve az összes létező fiókom, ami közé van téve, tehát a Gmailem, az Instagramom, a Facebookom, a YouTube-on a komment szekció elkezdett megtelni,
kommentekkel tőletek, üzenetekkel, hogy szeretnétek ezt a terméket, szeretnétek azt a terméket, lehetőség lenne még, hogy odaadom nektek ezt, vagy azt, vagy nem tudom én mi, és én így le voltam döbbenve, hogy atya úristen. Én arra számítottam, hogy most hétvégén majd ilyen kis nyugdíjas tempóban, amit a nyaralás és a számítógép miatt, hiánya miatt el vagyok maradva kommentekkel, majd azokra szépen válaszolgatok, elkészítek most egy videót, vagy kettőt, és akkor majd ezeket szerkezgetem. Ehelyett most körülbelül van majd 400 kommentem, és nekiállok majd olvasni, hogy miket írtatok. Úgyhogy előre is bocsánatot kérek, ha valakinek nem fogok válaszolni, ezzel a mennyiséggel már egyáltalán nem bírok fenntartani magamat, tehát most már képtelenség minden egyes kommentre válaszolni, viszont olvasom őket, és hát ki kell találnom valami módot rá, hogy akkor hogyan adjam oda a csomagot. Megnéztem ma reggel, összességében 2 kiló, ez a szállítás miatt nézem egyébként, 2 kiló maga az összes termék, amit felajánlottam, úgyhogy mivel Svájcban vagyok, 2 kilónak a postázása, fogalmam sincs mennyibe kerülne, az biztos, hogy nem fogom azt csinálni, hogy darabonként odaadom valakinek, ugyanis akkor csak a postaköltség lenne, hogyha 50 helyre postázok, nem tudom én, 100 000 forint, és semmi értelme az egésznek. Úgyhogy majd meglátom, hogy hogyan tudnám megoldani. Olvasom a kommentjeiteket is, hogy ti is mit javasoltok, illetve mit kértek, hogy tényleg lássam, hogy mi lenne a legoptimálisabb. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, nem sejtettem, hogy ilyen nagy igény lesz egyébként a termékekre. Pirosítónak a szokásos Clinique pirosítómat fogom használni, Innocent Peach árnyalatban, így néz ki. Highlighternek pedig a MAC-nek a Soft and Gentle-jét fogom használni, nagy kedvenc. Még egy téma eszembe jutott, a diéta. Sokan kérdezitek egyébként, hihetetlen a legtöbbet nézett videóm, de olyan nézettséget ért el, hogy máig nem tudom feldolgozni. Több mint 30 000 nézettséget ért el a diétás videóm, amiben megmutattam, hogy hogyan edzek, amiben ugye 8 kilón tartottam a fogyásomban, és azóta is sokan kérdezitek, hogy haladok a fogyással, illetve a diétával. Ezt most vettem, mielőtt elutaztam, egy Make Up For Ever ceruza, milyen árnyalatban, Aqualip, de ez nem az árnyalat, gyanítom. Halad túróba érje ez, hogy milyen árnyalat. 2C? Szerintetek az az árnyalat neve lehet? Na, majd megnézem. Szóval, azt mondja, Németországban készült. Ezt a ceruzát fogom használni, és akkor a diéta, szóval februárban tettem fel azt hiszem azt a videót, és utána hazautaztam Magyarországra, ugye egy másfél hétre, utána áprilisban volt a szülinapom, akkor elutaztunk Németországba, utána májusban életemben először eljutottam Spanyolországba egy hosszú hétvégére, és most júniusban pedig volt a 2 hetes szabadságom. Ezzel nem azt akarom felsorolni, hogy hú, milyen, nem tudom én, puccos életet élek, burzsoá életet élek, ahogy a barátommal szoktuk mondani, mert nem jellemző, hogy ennyit utazok, csak egyszerűen így jöttek most össze az utazásaink, és most az elkövetkező 2-3 hónapban sehová nem is tervezek menni, még a város sem nagyon tervezem elhagyni, úgyhogy nem arról van szó, hogy ennyit utaznék. Na, de nem is ez a lényeg. Azzal számoltam, hogy amikor utazok, akkor valószínűleg nem fogom tudni tartani a diétát. Nem azzal volt a gond, hogy ezeken a napokon elcsúsztam, hanem hogy egy ilyen utazás, és utána folytatom a számmal, csak gyorsan befejezem, hogy egy ilyen utazás mennyire meghatározza az előtte és utána való időszakot is. Tehát már napokkal előtte arról szólt minden, hogy akkor kezdjek el mosni, kezdjek el pakolni, akkor már nem tudtam ugye edzeni menni, mert munka után szaladtam haza, hogy indítsam a mosást, vagy éppen takarítsak, hogy majd tiszta rakásra jöjjek haza, és már előtte 2-3 nappal emiatt nem tudtam menni edzeni, utána ugye megvolt a nyara szakasza, utána hazajöttem, akkor megint ott várt rám, most például 10 napnyi mosatlan ruha, akkor ugye a barátomnak is az már együtt kb. Egy havi mosatlan adag, és akkor nekiálltunk ugye mosni, napokon keresztül csak az ment, mint a mosómedve, emellett ugye az utazásról is elfárad az ember, meg úgy ez életkedve is elmegy, hogy úristen, vissza kell menni munkába. Na de mit akartam ezzel mondani? Azt akartam ezzel mondani, hogy
egy-egy ilyen nyaralás, mondjuk egy egyhetes nyaralás, és azt vettem észre, hogy körülbelül 2-3 hétre is visszavetett engem most a diétával, és ugyan sikerült ugye tovább haladnom, és még több súlyt elveszítenem szerencsére, azonban nem volt annyira látványos, amióta bejöttek ezek az utazások, mert az utazás alatt híztam egy pár kilót, utána visszajöttem, még arra is híztam egy pár kilót, aztán összeszedtem megint magamat, megint elkezdtem leadni, de mire oda jutottam volna, megint utaztunk valahová, ami fantasztikus volt, és egyáltalán nem is sajnálom, és tudtam, hogy ez fog bekövetkezni. Úgyhogy emiatt aztán a legtöbb, amit most fogytam, az ugye mínusz 10 kiló, de szeretném, ugye továbbra is folytatom, továbbra is járok edzőterembe, csak meg kell találni ugye az utamat, és hogyha valami olyan jelentősebb súlyvesztességet érek el, akkor biztosan be fogok róla számolni, de mondom, a mínusz 8 kilótól sikerült eljutnom mínusz 10 kilóig, de ez eddig a nagy rekordom. Az idei évtel legalábbis. Na de akkor jöjjön a ceruza. Make up forever, gyanítom 2C árnyalatban. És akkor utolsó lépésben használjuk mondjuk ezt a MAC folyékony rúst Burn Spice árnyalatban. Ha jó folyékony rúst akartok, szerintem ne MAC-et vegyetek, hanem Jeffree Star-t, nekem a Jeffree Star a kedvencem. És akkor utolsó lépés, a Smashbox. És akkor utolsó lépés a setting spray, ez a Smashbox-nak a Photo Finish Primer Waterje. Az egyedüli dolog, amit utálok ebben a Smashbox Primer Photo Finish setting sprayben, az az illata. Szerintem borzalmas illata van. Ez tehát az elkészült külső, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, én most megyek és elkezdem olvasni azt a rengeteg kommentet, amit az előzőre kaptam, illetve elkezdem szerkeszteni ezt a videót, remélhetőleg hamarosan már a kamerámmal és a laptopommal tudok dolgozni, most még egyelőre a kis mobilomon nekiállok és megszerkeztem. Nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ó, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, ha szimpatikus vagyok, de még nem iratkoztatok fel. Sziasztok!